Mi fog történni, amikor elkezded a network marketinget? Hát, nem nagyon sok minden. Ettől az egy döntéstől ne várj valami nagy változásokat. Ha végig gondolod, valószínűleg igazat fogsz adni nekem, hogy a dolgok általában nem egyetlen egy döntésen múlnak, hanem döntések sorozatán. És bármelyik ponton dönthetsz így is, meg dönthetsz úgy is, ahogy szokták mondani, mindig van más választásod. A sikerünk vagy a sikertelenségünk a pici, nem túl jelentős döntéseink hatás többszörözött eredménye. Azzal, hogy beregisztrálsz, dönthetsz úgy is, hogy rögtön rendelsz is egy-két doboz kávét, hogy kipróbáld. Aztán, amikor megjön a csomag, dönthetsz úgy is, hogy meghívod rá a barátodat, hogy kóstolja meg veled ezt a különleges kávét. Aztán dönthetsz úgy is, hogy még más barátaidat is meghívod. De dönthetsz másképp is. Csak ez a döntés egy egész picit módosítani fogja az utadat, az irányt. És hogyha ezt a megváltozott irányt továbbra tartod, akkor az is lehet, hogy teljesen eltérít az eredeti célodtól. De arra is van lehetőség, hogy korrigálj és újra visszatalálj az eredeti kerékvágásba. Mindig van mód arra, hogy korrigáljunk, és ezektől a korrekcióktól függ az, hogy végül elérjük a célunkat, vagy nem. Semmi értelme attól rettegni, hogy most beregisztráltál, és valami óriási nagy veszélybe, kockázatba sodortad magadat. Gyakorlatilag még ha akarnád, sem tudnád magad kockázatos helyzetbe sodorni. Ez nem egy olyan döntés, mint amikor a kaszinóban a fekete páratlanra felteszed a családi vagyont. De ennek a fordítottja is igaz, hogy egyetlen jó döntés nem elég ahhoz, hogy neked egy tartós passzív jövedelmed legyen. Ehhez sok pici döntésnek kell következnie egymás után. Nekem például 2018 nyarán támadt egy ötletem, hogy csinálok néhány olyan 3 perc körüli videót olyan kérdésekről, ami az embereket foglalkoztathatja. És mivel azt tapasztaltam, hogy ez úgy tetszett, bejött, ezért további videókat készítek. De eljöhet az az idő, amikor ezek a videók már nem fogják beváltani hozzájuk fűzött reményeket, és nem fognak olyan eredményt hozni, mint eddig. Akkor újra döntést kell hoznom. Dönthetek úgy, hogy annak ellenére, hogy nem hatékony, továbbra is erőltetem az egészet, de ez valószínűleg el fog téríteni az eredeti útirányomtól. Aztán dönthetek úgy, hogy keresek egy szakembert, akitől megtanulom azt, hogy hogy kell ezt jobban csinálni. És dönthetek úgy is, hogy hagyom az egészet a fenébe, és kipróbálok valami mást. Ilyen apró döntésekre lesz majd szükség a te esetedben is, hogyha erre az útra lépsz. És érhetnek majd kellemes meglepetések is, és érhetnek sajnos kudarcok és kellemetlen dolgok is. De a kudarcokból mindig lehet, sőt kell is tanulni. Sőt azt mondom, hogy igazán csak a kudarcból lehet tanulni, a sikerből nem. Én azt szoktam mindig mondani, hogy én soha nem veszítek. Vagy nyerek, vagy tanulok valamit. A lényeg, hogy merj dönteni, mert egyetlen döntésen úgysem múlik majd semmi. Utána, hogyha elindultál, látod, hogy ez tetszik vagy nem tetszik. Ha tetszik, szuper, ha meg nem tetszik, akkor meg korrigálsz. Ha nem akarsz lemaradni a következő videókról, akkor lájkold a Facebook oldalamat és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Hogyha van egy kérdésed, amire szeretnél választ kapni, akkor azt tedd fel a videó alatt. Tarts velem, és váltsunk azt együtt!